Van egy családregény sorozatunk, a fényre sötétedő kislány. Elég sok jelenet született már, de most Kormos Anett tollából egy csodálatos. Az a címe, hogy a fényre sötétedő kislány és a felvilágosítás. A színpadon Aradi Tibor. Apu, figyelj! Na. De erre? Igen. Nem arra, ahol a bojler van, hanem erre. Apa, figyelj, én hogyan születtem? Kérdezd meg anyádat. Te nem tudod? Én a gyártáshoz értek. Anyád meg a csomagoláshoz. De ő most nincs itthon. Hát, amikor te készültél, akkor meg én nem voltam. Nem értem. Na gyere ide, mit szeretnél tudni? Hát azt adhatod, hogy hogyan születik a gyerek, hogy a szerelem gyerek vagyok-e, és hogy mit jelent, ha valaki császáros, és azt még... Anyád hogyan... mikor jön, nem mondta? És nekem ne gyere azzal, hogy a gyereket a gólya hozza, mert tudom, hogy nem a gólya. Honnan tudod? Onnan, hogy hülye vagyok, és nem gyerek. Meg az új beszélő pónim is mondta. Azt nem mondta az új beszélő pónit, hogy ha nem a gólya hozza a gyereket, akkor ki? Azt mondta, hogy kérdezzek meg valaki nálam okosabbat, de most anya nincs itthon, úgyhogy mondd el te a szájaddal. Nehéz erről beszélni. Miért sokat ittál? Nem, bár szeretnék. Na figyelj, kétféleképpen születhet egy baba. Én is kétféleképpen születtem? Nem, minden baba csak egyféleképpen születik, de ezt az egyfélét két lehetőségből választhatja ki a doktor bácsi. Tényleg itt áll. Az orvos csinálja a babát. Aj, hogy magyarázzam el. Na figyelj, tegyük fel, hogy a gyerek játék, ajándék. Én is. Tegyük fel. Szóval... ha te vagy az ajándék, akkor anyád a doboz, amibe én az apád beletettelek. Az orvos pedig az, aki kibontotta a dobozt és kivette belőle az ajándékot. Na! És örül az orvos az ajándéknak? Mivel nem neki kell hazavinni, igen. És ha az orvos bontotta ki az ajándékot, miért nem ő vitte haza? Mert nem volt nálam annyi pénz. És mit jelent a császáros baba? Ha az orvos egy snitzerrel kivágja a dobozt, és ott veszi ki az ajándékot, akkor az a császáros ajándék. Ha viszont szépen kibontja a dobozt, és ott veszi ki az ajándékot, ahol a dobozba beletették, akkor... Most, hogy az ajándékokról már mindent tudok, mesélsz arról is, hogy születik a baba? Én például császáros baba vagyok. Nem. Miért nem? Mert te természetes úton születtél. Az mit jelent? Nézd már ki, nem jön még anyád? Nem jött meg. Tudom. Mit jelent, hogy természetes úton? Hát hogy ott jöttél ki, ahol bementél. Az hol van? Hát pincében? Lent, igen. Nem! A hüvelyen keresztül. Hüvelyken? Az nagyon fájhat. Nem hüvelyken, hanem a hüvelyen. Akkor én hüvelyes gyerek vagyok, mint a hüvely Matyi. Hüvelyk Matyi. Mi a különbség? Na menjél játszani, menjél játszani. És a születésem után én meddig szoptam? Hát, sokkal rövidebb ideig, mint én. Fejtsd ki részletesebb. Időben. Már csak azt nem értem, hogy hogy kerül a gyerek valakinek a pocakjába. Na figyelj, ha két felnőtt nagyon szereti egymást, akkor összeházasodnak és babájuk lesz. De nektek is lett. Én szerelem gyerek vagyok. Hát az mondjuk túlzás. És anya pocakjába kerültem, vagy a tiédbe? Baba csak a nők pocakjában lehet. Akkor tiédbe kilakik.
Esetleg egy póni? Vagy... És karácsonyra megszületik? Jobban szeretném, ha császáros lenne, mert a hüvelypóni biztos olyan kicsi, mint a hüvelymatyi, de én nagyon szeretnék. Nem szülök pónit. Akkor se. Miért? Póni is csak nők pocakjában lehet? Nem. Póni csak póni pocakjában lehet. Ember nem szülhet állatot, állatot csak állat szülhet. És ha te pónit tennél a dobozba, csak nem az orvos bontaná ki, hanem én? Na ezt majd beszéld meg anyáddal. És fáj a szülés? Fáj. Mennyire? Mint egy szuri? Jobban. Mint két szuri? Annál is jobban. Mint amikor egy egyszarvú póni átdöf úgy, hogy a szarva a szemeden megy be, és a tarkódon jön ki. Nagyjából igen. Akkor én nem akarok gyereket. Én se. És pónit? Vegyél ki!